Október 26-án nyitja meg kapuit a Pécs Pláza a vásárlóközönség előtt. Solti Dezső igazgatóval a bevásárlóközpont építésének végső mozzanatairól beszélgettünk. Az utolsó simítások folynak az úgynevezett bérleményeken, azokon a területeken, ahol a bérlőknek szerkezetkészen adtuk át a bérleményeiket. Ezeknek a befejezését teljes mértékben a bérlők végzik, és a bérlők által választott kivitelezőkkel. Sikerült a bérleményeket majdnem 60%-ba helyi kereskedőknek, és a közhiedelemmel ellentétben a Pécs belvárosi kereskedőknek bérbeadnunk. A bérlőknek a kiválasztásánál elsődleges törekvésünk az volt, hogy a sokszínűséget, tehát a kereskedelmi profiloknak minél szélesebb skáláját tudjuk behozni a házba. Ezzel a kereskedelmi és a szolgáltatási színvonalat kívánjuk tartani, azt a színvonalat, ami világviszonylatban valamennyi plázában megtalálható. Itt lesznek úgymond a multik is, természetesen. Nagyon örülünk annak, hogy a vendéglátó részbe sikerült behozni a McDonald's-ot. Itt lesz a szupermarketbe a Julius Mein, itt lesz a Humanik, a Rossmann, a Murányi, és sorolhatnám még, elnézést, ha valakit kihagytam, és természetesen a sokszínűséget valójában a pécsi kiskereskedők fogják biztosítani, akik szinte valamennyi kereskedelmi profillal felvonulnak a házba, 86 bérleményben. A többi bevásárlóközponthoz hasonlítva a plázákban nem csak a kereskedelmi funkció dominál, hanem a szórakoztatók is. Ennek a kiemelkedő képviselője az IT Cinema Magyarország, akik 10 mozit bérelnek a Pécs Plázába, mintegy 1700-1800 főt tudunk leültetni rendkívül kulturált és kiemelt színvonalú mozitermekbe. Ugyancsak a szórakoztatás szolgálja egy 1000 négyzetméteres játékterem, ahol 2 darab squashpálya lesz, és egy eredeti kanadai technológiával működő bowlingpálya, valamint játékgépek és egy kaszinó. A bevásárló és szórakoztató központ reggel 7-től tart nyitva 23 óráig. Illetve a nyitvatartás az éjjel 1 óráig és 3 óráig is elképzelhető a játékterem és a mozi esetében, de 23 óra után a házba bejönni már nem lehet, csak ezekből a szórakoztató egységekből elhagyni lehet a házat. Nagyon jól tudjuk azt, hogy egy ilyen nagy kapacitású épület, mint ez a 20.000 négyzetméteres bevásárlóközpont, óriási személygépkocsi forgalmat és autóbuszforgalmat vonz. Nekünk nagyon fontos volt a tökéletes úthálózatnak és közlekedési csomópontoknak a kialakítása. Nagy tisztelettel várjuk Pécsváros lakosságát, valamint a régió lakosságát október 26-án 17 órakor a nagy közönség előtt akkor nyitjuk meg a bevásárlóközpontnak a bejáratait, de a protokoll ünnepség már 16 órakor megkezdődik, és a sajtótájékoztató pedig 15 órakor.